nagyon nagy bajban vagyok, mert nincsen semmi. Sem minden odaéget. Amikor még mai napig sír azért, hát, ami odaveszett, meg a fiáért, meg az fiáért. Most tényleg tehetetlenek vagyok, mert 8-an voltunk, ebből egy nevelt, ebből a 8-ból 7-en voltunk édes testvérek, és abból a 7-ből 5-en voltak bent intézetben. És 3 maradtunk, mert a 2 éve kijöttek, és sehol, nincsen hova mennünk. Rokonoknál, barátoknál vagyunk. A halál az felébredés, hogy van túlvilág. Mindenféle félre vagyunk, segítséget szeretnék. Kapnám úgy, hogy a család össze, hogy mégis összejöjjön. Mondom, jó jött ez a segítség most, de a legnagyobb segítség a lakhatás lenne, ugye? Most hol jössz? Most fogom, most ő beengedett minket addig, ameddig valami nem lesz. Nem fog valami változni. Ebben reménykedtek? Igen. Hogy valami, hogy támogatás kapjon anyukám, illetve mi is, mert... Anyukád hogy van? Hát anyukám még mindig sérül, vála és a jobb, a vála és a jobb, és a bal lába is sérül, még mindig ápolik a karját. Mert a, jó, a bal az nagyon megégett, az arcán már eltűntek az égések, de még mindig fel van. Hát úgy mondom, hogy be van gyulladva az arca, meg még mai napig sír. Sikerült feldolgoznia már? Nem. Mert még mindig mondja a neveket. Mindig mondja apu, Arnoldot. Hozzám szól öcsémhez, Arnoldnak, hogy küldi a boltba, és nincs ott. Mert csak most itt hárman éltek, még miért összedőlt a ház, addig mi kis itten éltünk. Összedőlt a ház, már mi is össze-vissza mentünk, hogy rokonoknál, barátoknál beengedtek ott minket is. És ugye mindig ő látogattunk kire, mindig visszajöttünk is. Mi lesz, ha nem érkezik segítség? Hát reménykedünk benne, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Ezt valamit úgy hallottam, ezt, hogy most temetés még van, temetés után ugye eddig befogadták őket, össze-vissza vannak. Nekem is van egy lakásom, 3 szobás, ugye minden testvére meg nem tudok nyújtani, mert kicsi a hely. Meg a fiának egy kis szobályok van egy kis. Azt szeretném, hogyha támogatnák őket egy kis bútró, ugye a lakásba, hogy ne üres lakásba költözzenek be. És élelmiszerrel, mit tudom én, tűzifával, csak segítene neki az önkormányzat, vagy bárki, aki lát ezt a tragédiát sajnos, hogy ez így történt. Sógornőm azt túlélte, hálát adok Istennek, hogy ő túlélte. Nem életveszélyes az övé, ő is ott van most, de ő tudja, hogy mi történt, mert mutatók a szedbe. És még ezt nem fogta fel, nem, hogy még mi sem fogtuk fel, hogy mi történt. De ezt már nem lehet visszahozni, csak kérjük a segítséget, hogy a világnak, a Magyarország területén, hogy bárki tud nyújtani nekik, a lakás fog nekik az első, ami szükséges nekik. És ruha nevében, ugye, kis bútorral. És köszönöm szépen, aki támogasson majd őket, és aki rágondol arra a családjára, hogy mi történt ilyen tragédia esetekben. Más nem tudok mondani.